Vessünk ki ingatlanadót mindenkire. Tudjátok, hogy mennyi jön be ingatlan adóból, ha minden ingatlan megadóztatunk, ami 5 millió forintnál drágább? Alacsony értékhatárt mondtam. Nem 100 milliót, 5-öt. És egyébként még odaadjuk még az önkormányzatoknak azt az 52 milliárdot, ami a kommunális adóból bejön, mert akkor azt oda kell nekik adni, mert az most az ő bevételük. Az egész sztorinak az egyenlege kevesebb, mint 20 milliárd forint. Oda jön hozzám Magyarország talán legbefolyásosabb üzletembere, Demján Sándor. Hatalmas nagy hanggal. Hogy Ferik, én olvasom a Sárközi tanulmányban, hogyha minden háttérintézményt bezárunk, akkor 700-800 milliárd forintot fogunk megtakarítani. Mondom, Sanyikán, normális vagy te? Hát legalább te tudhatnál számolni, áldjon meg a jó Isten. Oda jön Surányi Gyuri barátunk, hogy ő neki megvan, hogy hogyan kell átalakítani úgy a minimálbér adómentességét, hogy közben fönt lehessen tartani az igazságosságot. És dolgozunk sokáig vele. Majd elküldi a papírját végre, mire kiszámolja. És kiderül, hogy minden nagyon jó, csak azt nem tudja, hogy létezik az adójóváírás intézménye a Magyarországon, és azt is át kell alakítani, és az 230 milliárd forint összességében. Ja, hát ha 200 milliárd forint benne van a pakba, akkor már nincsen megoldásunk. Általában sok jó ötlet van egész addig, amíg nem kell számolni. Mikor számolni kell, akkor elfogy a tudomány. Általában sok kritika van, hogy a rendszer nem eléggé kerek, nem eléggé konzisztens. Mindenkinek van ötlet, hogy akkor mit vegyünk ki belőle, hogy a maradék konzisztensebb legyen, és már is éppen csak harmadnyi pénz van, mindent össze kell szedni. Ja, úgy én is tudok konzisztens rendszert. Csak van a problémám, hogy nem 50 milliárdot kell összeszedni, hanem nem mondom meg, hogy mennyit. Hát ez a baj. Ráadásul mindezt valahol úgy kell megtenni, hogy amit akarunk csinálni hosszú távon, azt ne keresztbe verje. Gyerekek, nem vagyunk tökéletesek. Egyáltalán nem. Egyáltalán nem is leszünk. Nem tudom nektek azt mondani, hogy minden rendben lesz. Azt tudom nektek mondani, amit mondtam az utolsó egy évben, hogy ami tisztességgel megcsinálható, ami a tehetségünkből kitelik, mert nem játszunk különleges meccseket, mert az energiáinkat nem arra fordítjuk, hogy egymással szarakodjunk, mert nincsenek külön érdekek, amik egyébként nem bírnák ki közöttünk a nyilvánosságot, mert nem valamit akarok veletek elintézni. Az a csapat, akire rábíztátok ennek az oldalnak a vezetését, az a csapat képes nagyjából erre a teljesítményre. Képes nagyjából programot adni. Lehet, hogy van egy másik csapat, amelyik tud mást. Nem tudunk ennél többet és ennél jobbat. Nem leszünk rá képesek. Ha belegebedünk, akkor sem. Nagy munka van, tisztességes munka van egymás között. Muszáj megcsinálni. Nem beszélek az új Magyarországról, a fejlesztésekről, határon túli magyarokról, egyházakhoz fűződő kapcsolatról, és még ezer dologról, mert a nagyhoz képest ma nem ez legfontosabb. Mindegyikben érdemi, jelentős és mély javaslataink lesznek. Egyik másik meglepetést is fog okozni. De az egészhez képest, amit el kell döntenünk egymás között. Nem ez a legfontosabb. Reform vagy bukás? Nincs más. És akkor azt mondom, hogy bukás, akkor beszélek Magyarországról, beszélek a baloldalról, és nagyon őszintén mondom nektek, beszélek magamról is. És akarok most egyetlen egyszer mondani nektek 3 percet. Ezt legfeljebb még egyszer fogom én elmondani nektek. Fantasztikus dolog politikát csinálni. Fantasztikus. Fantasztikus egy országot vezetni. Az utolsó másfél évet azért tudtam én személy szerint csinálni, mert egy dolog ambicionált és egy dolog fűtött. Visszaadni a baloldalnak a hitét, hogy megcsinálhatja, hogy nyerhet, hogy nem kell lehajtani a fejét ebben a kurva országban. Hogy nem kell beszarni Orbán Viktortól meg a jobb oldaltól, és tanulja most már meg magát, nem ő hozzájuk mérni, hanem a világhoz. Ez adta a hitet, hogy miért érdemes ezt csinálni. Nagy dolog volt. Imádtam. Életem legjobb része volt. Most az adja, hogy történelmet csinálunk. Nem a történelmkönyveknek, arra szarok. Egyáltalán nem érdekel, hogy benne leszünk-e. Hogy én személy szerint. Egyáltalán nem érdekel. Csinálunk-e valami nagyot? Azt mondjuk-e, hogy rohadt életbe jöttek páran, akik megmerték tenni, és nem szarakodtak azon, hogy a francba lesz majd a tuti költség elszámolásuk, bassza meg. Jöttek párak, akik nem szarakodtak azon,
hogy akkor a megyei önkormányzatban lesz-e majd helyük, vagy nem. Hanem megértették, hogy másról szól ez a kurva ország. Hogy megértik azt, hogy azért érdemes politikusnak lenni itt a 21. század elején, hogy csináljunk egy másik világot. Csak azért. Egzisztenciát lehet még találni sokat. Tudom, hogy nekem ez könnyű mondani. Tudom, ne vágjátok mindig a képembe. De csak ezért érdemes. Majdnem beledöglöttem, hogy másfél évig úgy kellett tenni, mint hogy a kormányoztunk volna. Ehelyett hazudtunk reggel, éjjel, meg este. Nem akarom tovább csinálni. Vagy megcsináljuk, és van hozzá egy emberetek. Vagy mással kell csinálni. Soha egy darab interjút nem fogok adni, akkor, amikor be fogom fejezni, hogyha vitával fogunk elválni egymástól. Soha. Soha nem fogom a magyar baloldal bántani. Soha. De csak azért érdemes csinálni, hogy hozzányúljunk a nagy dolgokhoz. Elmagyarázni, és majd hosszú bizottságokban ücsörögni, és majd új munkabizottságot tartani. Aztán majd kideríteni, hogy soha egyetlen egy törvényben nem tudunk megállapodni, mert újra csak azok a kompromisszumok születnek meg, ami lényegében a semmittevés kompromisszum, hogy fönnmaradjon, ami eddig volt, mert minden más sérti valakinek az érdekét. Ahhoz másik madám kell. Ez az én imádatomat nem fogja megváltoztatni. Egyáltalán nem. Én nem fogok naponta fölállni, volt ilyen miniszter Horn Gyulának is, aki mindig le akart mondani. Volt ilyen miniszterelnök elődöm is, aki állandóan elmondta, hogy, hogy én nem ilyen pasi vagyok. Amíg van benne erő is, vegyünk előre, addig igen, és egyszerűen még nagyon csöndben elmegyek. Nem érdemes másért. Mindenki dönts el magába, hogy 4-500 000 forintért csinálja a dolgot, ami kurva fontos. Különösen az embernek már egyébként nincsen más szakmája, csak ezt tudom én. Hogy képes-e az elmúlt 15 év összes történetén fölemelkedni és megkötni új díleket? Vagy azt gondolja, hogy ez is egy olyan 4 év lesz, hogy a francba, túlítjük az eddigit is, most is túl leszünk. Volt meddig miniszterelnökünk, hát ezen a pasin is túl leszünk majd. Mi úgyis maradni szoktunk. Lehet. És azt is mondom, hogy ez egy legitim érvelés. És nem is bánt. Egyáltalán nem. Egyáltalán nem. Van ebben a frakcióban nem egy miniszterelnöknek alkalmas ember. Én azt mondom, hogy vegyen mindenki nagy levegőt, igyon kurva sok bort, aludjon egy-két éjszakát, és döntse el magába. Ha mindenki csak ugyanazt tudja mondani, mint az elmúlt években mindig mondott, és nem jut el odáig, hogy na, franc, egye meg. Lehet, hogy más kell mondani, mint amit mondtam 5 éven keresztül, mert láthatólag soha nem tudtunk megállapodni egymással. Mert ha mind a 190 ugyanazokat a mondatokat mondja, mint amit elmúlt években mondott, akkor ugyanúgy nem fog történni semmi, mert ugyanúgy nem tudunk megállapodni. Bassza meg, ugyan nem értek egyet, de elengedem. Először csinálják. Máskor meg azt mondom, másik tovább, engedje el, hogy azt csinálhassák. Az nem reform, hogy a többiek változzanak meg. Az nem reform, hogy egyébként kiállunk is mondjuk a népnek a mantrát. Az a reform, hogy hajlandóak vagyunk mi is egy sor ponton átértékelni mindazt, amit eddig gondoltunk és tettünk.